A Sárospataki több célú kistérséghez tartozó települések többsége képviseltette magát a legutóbbi ülésen, amelynek napirendjén két főpont szerepelt. Ezek az élet két külön területét érintették. A kistérségek által üzemeltetett buszokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról a helyi rendőrkapitányság képviselői adtak tájékoztatást. A passzív biztonsági eszközök használata és a biztonságos üzemeltetés több kérdést is felvetett. Amit mi buszt megkaptunk vagy pályáztunk korábban, az általában felnőtt szállításra volt alkalmas, és most, mivel új feladatokat kell ellátni a kistérségnek, sokszor egyik helyről a másik településre kell szállítani a gyermekeket. Ezek olyan plusz biztonsági intézkedések, amik a új KRESZ-ben benne vannak, és a hatóság felhívta a figyelmünket egyrészt a gyermekek biztonsága érdekében, másrészt pedig ezeknek a buszoknak a biztonságos üzemeltetése érdekében milyen változtatásokat kell eszközölni. Ezért volt fontos, hogy a kistérség minden polgármestere hallja, hogy ez nem egyes polgármestereknek a faxnia, hanem ezt a törvény előírja. A másik napirendi pont a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára meghirdetett pályázatokkal foglalkozott. Az úgynevezett 466,5 millió forintos maradványra különböző jogcímeken ez a kistérség is igényt szeretne benyújtani. Dr. Hörcsik Rihárd elmondta, négy jogcímre pályáznak. Az első ilyen a Sárospataki városrehabilitáció pályázata, ami a piac rehabilitációját jelenti, tehát egy új piaci csarnok és parkoló részek kiépítése, mintegy 320 millió forint értékben plusz az önerő. A másik a úgynevezett környezetvédelem, amire majdnem 100 millió forintot tudunk költeni. Itt is megtaláltuk azokat a hiátusokat, amire nagyon nagy igény van. Így például Vajdácska vagy Győrtarló, szennyvíz, illetve belvíz elvezetése. Az oktatási infrastruktúra volt a következő jogcím. Az önkormányzatok összesen 40 millió forintos keretre pályázhatnak. Végül pedig a humán oktatás, valamint az egészségügyi felvilágosítás és szűrésre is igényt nyújt be a kistérség. A társulási elnök hozzátette, fontos volt, hogy az önkormányzatok kompromisszumképesek voltak, így közös megegyezések születtek.